Kő Boldizsár, szobrászművész, alkotásaiból nyílt kiállítás a Tinódi Házban. Nagyon hálás vagyok Balipap Zsuzsának, hogy meghívott engem erre a csodálatos művelődési házba, a Dombovára. Én Kaposvárra jártam mezőgazdasági főiskolára egy ideig, úgyhogy nekem ez a Dombovár az nagyon kedves hely, meg hát édesapám Kőpál, ő nagyon sokat volt itt. Zsuzsa édesapja, Balipap Ferenc, ő egy nagyon komoly barátja volt édesapámnak, és sokat találkoztak. És hát nagyon megtisztelő, hogy előttem a Samu Géza nevű fantasztikus szobrászművésznek a kiállítása volt itt. Még láthattam lebontott állapotban itt a munkákat. És hát én meg, amit most idehoztam, munkákat, azok egyrészt egy zodiákus sorozat, ami itt a falon látható ilyen vörös fenyőből készült fakeretben, illetve hát van itt egy csomó munkám, amik mindenféle kiállítások kapcsán készültek el. Ugye az én grafikusként végeztem a Képzőművészeti Egyetemen, de utána én elkezdtem egy ilyen új dolgot csinálni, hogy igazából mesetereket kezdtem el építeni először az országba, aztán most már több helyen Európába is készítettem, illetve a legutolsó az tavaly Indiába készítettem el egy János Vitézes kis meseteret. Ezek tulajdonképpen ilyen játszóterek, ezek a meseterek, mert az az érdekes, hogy a világ így változóban van. És régen galériákban volt csak kiállítva a munkásság, illetve hát a szobrászat is úgy volt, hogy a köztéri szobrászat volt alapzaton bronzszobrok, de most már minden megváltozott, és akkor lakásokban csinálnak kiállításokat, illetve hát a szobrok lekerültek az utcaszintre, ott vannak köztünk, vannak pici szobrocskák is, nagyon sokféle érdekes keresgélése van a művészeknek. Úgyhogy én is, amiket most idehoztam, munkákat, azokban már látszik, hogy egy kicsit ilyen a műfajon belül is így izgek, mozgok. Egy kicsit ilyen játékosabb dolgokat hoztam ide direkt, hogy minél színesebb palettát mutathassak a közönségnek. És hát ez egy nagyon jó kiállítótér egyébként, szóval nagyon örülök, hogy ide itt kiállíthatok, mert jók a fények is, meg szép tiszta felületek vannak, falfelületek. Itt most a feleségemnek lesz a koncertje nem sokára, a Holdala Nap zenekarnak ő a alapítója, meg irányítója. Saját dalokkal fognak kedveskedni itt a közönségnek, és hát ez külön jó érzés, hogy őket is meghívták, és akkor szinte az egész család itt van. A sógorom fogja megnyitni a kiállítást, aki egy Munkácsy Díjas szobrászművész, a Képzőművészeti Egyetemnek tanára már idestóva több mint 10 éve, és számomra is izgalmas, hogy milyen új gondolatokat fog hozzáfűzni a munkásságomhoz. Tehát amint itt látszik, én grafikusként végeztem, alapvetően a vonalaknak vagyok az ismerője, könyveket is illusztráltam, márai verses kötettől kezdve sok minden, de alapvetően nagyon szeretek fúrni, faragni. Ugye a meseterek, amiket csinálok, azok ilyen nagyméretű játszóterek, amik egyszerre játszóterek, másfelől pedig ilyen képzőművészeti alkotások is. Gulyás Anna énekes elmondta, különleges élmény számára, hogy férje, Kő Boldizsár kiállítás megnyitóját záratta a zenekar. Számunkra ez egy nagyon szép együttállás, hogy a Magyar Kultúra Napján, a Holdala Nap zenekarral, itt Dombováron egy olyan térben muzsikálhatunk, ahol körbeölelnek azok a kedves tárgyak, ahol próbálni is szoktunk a zenekarral az otthonunkban. Ott ide a kiállításra el nem hozható volt, például csinált a Boldizsár egy csoda ablakot, különleges polcokat, tehát az ő keze műve az beleszövődik a mi muzsikánk kunkorodásába is, és hát a mai napon a Holdala Nap zenekarral saját dalokat, versfeldolgozásokat, magyar népzenei és a cigány népzenéből pár darabokat
darabot, és egyházzenei, régi zenei darabokat is fogunk előadni, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk Dombóváron.